Gömöri vendégvárás étellel, itallal és népi kultúrával. A Sajó Banda és a Borostyán Néptánc Együttes volt a bár hosszúréti, buzgói esték házigazdája. A Rozsnyótól alig 6 kilométerre található, hamisítatlan vidéki bájt sugárzó, bár hosszúréti buzgó kis vendéglőben januárban indult a rendezvénysorozat, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy közösségi teret biztosítson a gasztrokultúrának. Szeretnénk ilyen kulturális rendezvényeket rendszeresen 2-3 hetente megszervezni. Teret adunk, biztosítunk a környékbeli folklórcsoportoknak, de nem csak ilyen kulturális rendezvényünk lesznek, ha volt már borkóstolónk, palinkakóstolónk, különböző csoportokban felléptek, endorfin koncertünk is volt, és mivel jön a nyár, jön a jó idő, úgyhogy szeretnénk ebben rendszert csinálni, és ide csogatni még jobban az embereket. Rozsnyó és környékének civil összefogása példaértékű. A Borostyán Néptánc műhely visszatérő vendége, úgy a várhosszúréti kézműves vásároknak, mint a tánctáboroknak. Így nem véletlen, hogy az együttes zenekarának, a Sajó Bandának bemutatkozó táncházi muzsikáját az alig több mint 500 lelket számláló településre hozták. Nagyon örültünk Nagy Gyuri meghívásának, és annak, hogy a buzgói esték rendezvény sorozatnak mi is részesei lehetünk. A hazaiak, a hosszúrétiek nagyon kedves magyar emberek, tehát itt mindig szívesen látnak minket, és ezt ezúton is köszönöm nekik. A népzene oktatástól jutottunk el ide, hogy ma első táncházát játszassa a Sajó Banda. Nem egész egy év alatt. A Hagyományok Háza felvidéki hálózatának támogatásával jelenleg két helyszínen. Fülekerés Rozsnyón, a Borostyán Néptánc műhelyben folyik népzenei oktatás. A 8 hegedűssel indított népzenei tanoda januártól már címbalom oktatással is bővült, és beneveztek a Bíbor Piros Szép Rózsa népzenei letélkedőbe. Már oda jutottunk az Andrással, aki a címban most növendék, hogy már a zenekarban is tud muzsikálni együtt a többiekkel. És most már így mondhatom, hogy egy teljes banda alakult így a Sajó Bandával, ugyanis hegedű, brácsa, bőgő címbalom felállásban működnek. Hát én úgy gondolom, hogy abszolút siker, mivel igazából a külső szemlélő azt nem látja, hogy mennyi munka van egy ilyen mögött. Tehát már az, hogy itt vannak ők, és együtt tudnak muzsikálni, az sok munka kellett és sok idő, hogy egyáltalán így ki tudjanak állni színpadra. A Sajó Banda tagjai nem csak népzenészek, de sokoldalú táncosok, sőt tánckarvezetők. Ulbrik András címbalmon játszik, de a Borostyán ifi néptáncsoport vezetője is. Előfent, hátul lezárjuk! A Sajó Banda prímása Kristóf Bálint egyúttal a Borostyán Néptánc műhely művészeti vezetője. A Borostyán táncosai szerint a néptánc és a népi muzsika jól kiegészítik egymást. Nagyon fontos, amikor már táncolunk, zenélünk, hogy megfelelő tempó legyen a táncosoknak, anélkül ugye nem tudnának táncolni. Illetve azt a zenekart mégiscsak össze kell tartani. A prímás szerepe az, hogy a banda kifelé egységesen szóljon, jól szóljon, úgyhogy ez azért nem kis feladat, főleg így egy év után. Ez alatt, az egy év alatt gömöri népzenével foglalkoztunk lényegesebben, ami azt illeti alsókállósai banda játék alapján tanultunk egy bizonyos mennyiségű gömöri repertoárt, vannak ott csárdások, friss csárdások, másvári verbunk természetesen, az nem maradhat ki. Azután pedig elkezdtünk más anyag felé is nézelődni, a bodrogközi anyag került kiválasztásra, az is széles repertoárnak néz ki, ugyanis van ott magyar szóló, oláhos, lassú, friss csárdás, úgyhogy ez is jó kis anyag lesz. A várhosszúréti buzgói esték rendezvényen főleg gömöri táncházi muzsika szólt, mintegy megelőlegezve a sokarcú település több nyári programját. Július első hetében itt lesz az ilosvai tánctábor, majd zenész kézműves tábor, vagy a július záró kézműves vásár és fesztivál.